Hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok! Ma megint tanulunk egy ilyen nyelvtörő mondatot, mert hát miért le? Ugye, hogy mennyire szórakoztunk, amikor az utolsót tanultuk, ezt a fri, meg kimondani se tudom. Ugye, milyen tök jó volt? Hát, ma jön még egy. Szóval, ma az zoknikról fogunk beszélni. Az okni, franciául, les chaussettes. Les chaussettes. Les chaussettes. Az a zokni. A fő hercegnő franciául, azt úgy kell mondani, hogy archiduchesse. Archiduchesse. Szóval, a fő hercegnőnek az oknia, les chaussettes de l'archiduchesse, száraz-e, szóval sont-elles sèches, száraz, az a sèche, szóval szárazak-e, sont-elles sèches, sont-elles sèches. És van még egy szó, ez az archi, az abszolút, teljesen. Szóval archi sèche, az azt jelenti, hogy abszolút, teljesen száraz. Archi sèche, szóval archi, teljesen, sèche, száraz. Szóval ez a mondat, ez az lenne, hogy les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèche. Igen, mindjárt mutatom, hogy hogy kell írni. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Szóval, chaussettes, zokni, archiduchesse, főhercegnő, sont-elles, hogy azok-e, hogy szárazak-e, sèches, az a száraz, és archi, az a teljesen száraz. Teljesen száraz. Szóval, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Tudom, hogy ez nehéz, de érdekes módon ezt, amikor kicsi voltam, és tanultam mindenféle ilyen színészkedési dolgokat, akkor ezt nagyon sokszor kellett mondani, és ezt ki tudom mondani egész jól. Örülök is neki. Szóval, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Ezt hát gyakorolni kell, hogy így lehessen kimondani, de biztos vagyok benne, hogy ezt nem sokára ti is ki tudjátok majd mondani. Egyszer elmondom nagyon lassan. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches. Na, hát remélem, hogy menni fog. Nem sokára találkozunk. Sziasztok!